Ők a rendőrség által roma gyermekek számára szervezett ifjúságvédelmi tábor résztvevői. Hétfőn Szanazukban mutatták be a rendezvény célkitűzéseit, a megyei roma önkormányzat hasznosnak tartja a hagyománnyá vált programot. A gyerekek, a fiatal roma származású gyerekek belelátnak a rendőrségi munkába, meglátják a rendőrségnek azon oldalait, amit sokszor ők nem látnak, nem tapasztalnak. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy ők a társadalomban el tudjanak helyezkedni olyan módon, ami a társadalmi elfogadottságokat növelik. Itt olyan beszélgetések lesznek majd, olyan rendőrségi előadások lesznek, amik ezt fogják emelni. Ezért is nagyon fontos nekünk, a Békés megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak ez a lehetőség. Az első turnusban Dévaványáról, Füzesgyarmatról, Mezőgyámból és Zsadányból érkezett 27 fiatal. Őket a jövő héten egy újabb csoport követi. A szállásról, az étkezésről és a programokról a megyei rendőrfőkapitányság gondoskodik. Fontos célnak tartják, hogy felhívják a gyerekek figyelmét a mindennapok veszélyeire. Fontosnak tartjuk, hogy ezekkel a gyerekekkel is találkozzunk, a mindennapok veszélyeire felhívjuk a figyelmet. Természetesen egy picit azért szabadabb körülmények között, itt is a táborban. Ma délután közlekedésbiztonság, gyalogos és kerékpáros biztonság, fürdőzés szabályairól lesz szó, hiszen azért, hogyha egy kicsit jobb idő lesz már holnaptól, akkor erre is sor kerülhet. Természetesen szó lesz az internetbiztonság és az úgynevezett drogmegelőzésről is, életkornak megfelelően majd egy kicsit a nagyobbakkal külön, illetve a kisebbekkel külön dolgozzuk fel ezeket a témákat. A hét során a gyulai rendőrkapitányság munkatársai bűn- és baleset megelőzési előadásokat tartanak. A rendőrök segítségével a táborozó fiatalok közelebbről is megismerkedhetnek a rendőri munkával, a rendőrség járműveivel, felszereléseivel és technikai eszközeivel.